És hogy állítjuk be a gumit? Hogy. Hát akkor sehogy. De tettem izét. Időmérő 5 percet. Ja. Tudom, hogy lehetett volna, ha nem indítod el. Leszedem 1,9 bárba szerintem. Hátsókat 1,8-ra. Biztonság kedvéért. Gumi. Maszkulin. Tíz liter elég, nem? De tudok. Majd jön. De hát menjünk egy kört. Go. Ja, szokott. Ezen is javíthatnának. Okay, you've got a warning for the race director for cutting the track. Try and respect the track limits, keep it between the white lines. Ja, ide gumim, úristen. Jaj. Én meg itt keresztbe álltam. Ilyen tompa a kormány. Nektek is lehet, mint az FPS egy kicsit? Aha. Nincs bekapcsol, hogy én nem tudom, mennyi van. Hát nekem most ilyen 53-ra van. Eddig nem akad, addig jó. Ez durva lesz. Az alap az utána, hogy a kevesebb. Hátsókat szerintem vegyük le olyan egyegét. Nem tudom. 7 bárra. Minimum. Egy másfél nem megyek. Ugyan? Akkor az hátul akkor 1,6-ot állítok, elő meg 1,94. És 10 liter benzin. Ez elég lesz. Biztos. Szerintem igen. Nagyon körbeértem és nem annyira figyeltem, de aztán nem figyeltem egy ilyen. 10 kör, az a tuti. Ja, 10 liter. Na itt jó lesz az izé. Repülő rajt. Hát remélem nem a... Dombra fölmelő kanyar.
beszállt. Vagy a tudod, a boxbejárat, hát abban a szűk résznek. Ja. Valószínűleg ott fog egyébként. Ja. Hát a úszoda után azért, szerintem. Hát úgy gondoltam, hogy annak a környéken után. És miért kell várni ilyen másodperceket? Senki nem ment időt. Ja. Green. Azt hagyjam, de hát Sean-nal mi neki mentünk a korlát. Ja. Vagyis hát nem neki mentünk, neki vezetett. Jól elmentetek. Hamnes. The race director's given you a warning for cutting the track, so you gotta start respecting track limits. Keep it between the white lines. Végül is jó, Sean. Várjunk egy kicsit, ne jójad annyira. Azért ne állj meg, baszki. Jaj, Istenem. Most nem mondtad. Hát azt mondtam, hogy csak várjunk egy kicsit. Nem azt, hogy azért állj meg. Ja. Nem. Ilyet lögtél rajta. Na, ez a utcai autó nem utcára való. Mit csináltam? Tönkre ment az első tudomulam. Jobb rá a kormányom. Ja, azt néztem, hogy ti is, meg én is. Ja, és itt nem is... Jaj, mind a hárma, jó van. Jó van, neki mentem.
Csúl. Jobb oldala az nagyon kapott. Azt volt. Mindegy, megpróbálok itt olyan titeket. Hát igen, már nem százas a kocsim. Így egy 78 kört, azért az durva lenne. Tik, komolyan meg tudtad előzni Monakóba? Nem mertem végezni. Aha, megint mind a hárman, jó van. From what we can see on TV, it looks like you've got some aero damage. Looks like there's one on your tail. Start defending your position. Cover the inside line and the braking areas. Oh, that's fun. Engine blown! Úristen! Persze, hogy belém kell szállni. 5 másodperc. Ha leállt a motorom, Dick. Én is le tudom állítani. Na jó, de engine blown. Kezdjük újra, hogy tudom, másik. Nem, menjetek végig. Majd utána, ha még van kedvetek, menjünk. Hát kottoljuk majd, nyomjátok le addig. Nézem addig, Muri. You're leading by 3 seconds, good job. Keep pushing, we still want that gap. Valószínűleg azért ment tönkre a motorom, mert sérült az autója. És az közre játszik. Nem volt hűtésem a... Nem tudom. Szép ment a hűtő. Ja. Igen, mert itt azt figyeltem, hogy ebben a játékban azért úgy megcsinálták, hogy össze van törve az eleje azért.
jobban melegszik a motor. Szóval ott valami tönkre van. Azért durván nem váltottam vissza. Én igen. Én nem. És igen. Marshals are on their way. The race is over. Stand by. A célvonalnál kész. De amúgy balfasz volt a gyerek. Igen, mert a pláhúzatot volna, és akkor nem mondom bele. Hogy nem. Hogy kirak a ülésbe. Benyomja a kuplungot, az kész. Na jó, de hát akkor is furcsa ez a játék, hogy ilyen szinten felrendben volt. Nem biztos, hogy mindig így jön, működni szerintem. Pedig az nem volt összetörve. Hát ez az. És hogy váltott vissza, mert az sem mindegy. Sehogy egyenesen ment a 5, vagy nem tudom, ja, a 6, csak nyomta a gázt. Hogy igen, ez szakasz volt. Még csak úgy. Úgy, mint Nordschleife. Ja, hát az egyenes. Nem ott ment, de igen. Másik 20 kilométeresen. Hát végül is élőben is van ilyen, hogy egyszer csak tönkre megy. Jó, de nem lesz, hogy